Jó estét kívánok! Önök az Értelevízió híradóját látják március 13-án, hétfőn. Élni kíván elővételi jogával Tökkösség önkormányzata az ETV Kft. Kisebbségi tulajdonrész eladása ügyében. Az eddig is résztulajdonos kistelepülésnek joga van a kialkudott 1,5 milliárdos áron megvenni a vízszolgáltató üzlet részét. A közel 3 éve húzódó privatizációs ügy végére nem került pont a szerződés aláírásával, mert az egyik társtulajdonos Tök település önkormányzata jelezte, hogy élni kíván elővételi jogával. A település ez irányú bejelentése utáni sajtótájékoztatóján dr. Araczki András, a Fidesz országgyűlési képviselőjelöltje, a szocialista városvezetést tette felelőssé a kialakult helyzetért. A vita 3 éve folyik az ETV privatizációval kapcsolatban, ami most az aktualitását adja ennek a témának az, hogy információink szerint Tök önkormányzata élt az elővásárlási jogával és megvásárolja elővásárlási jog keretei között az ETV 26%-os üzletrészét a hozzá kapcsolódó összes szerződéses jogokkal, amit jelenleg a Fővárosi Csatornásai Művek és a társult tagjai kaptak meg, és ezáltal ők lépnek be ebbe a szerződésbe, ami azt fogja jelenteni, hogy a következő időkben, 20 évig, ha jól emlékszem, Tök önkormányzata egy 1800 fős település önkormányzata lesz felelős Érdés térségének a vízszolgáltatásáért. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan következménye az át nem gondolt privatizációnak, ami súlyos veszélyekkel jár. Most nem a tulajdonosokkal van nekem bajom, meg ők csak értek a jogukkal, és észrevették azt, hogy ez a vízszolgáltatás egy hatalmas üzlet. Ami Töknek jó, az számukra érthetetlen, hogy miért nem jó Érdnek. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy ki a felelős ezért, hogy ilyen állapot következett be, és levonják-e a következtetéseket, és szeretnénk ezt az üzenetet eljuttatni a város polgáraihoz, hogy egy szocialista módon elindított privatizáció ilyen következményekkel jár. Néha az az embernek az érzése, hogy nem csak a nem tudás, a hozzá nem értés okozza ezeket a bajokat a városnál, hanem esetleg más dolgok vezérlik a döntéshozókat, hogy mik ezek az okok, azt rábízom, hogy az oknyomozó sajtó tudja meg. A polgármester gyenge és kalandor kísérletnek nevezte a fővárosi csatornázási művekkel kötendő szerződés megtámadását. Véleménye szerint Tök önállóan nem képes megfizetni a vételárat, hiszen azt a település több éves költségvetése sem fedezi. Ha pedig szakmai befektetőt akar bevonni, az a pályázat szabálytalan megkerülése lenne. Én azt fogom javasolni, illetve kérni, tekintve, hogy egyébként rendkívül gyenge lábakon áll ez a hivatkozás, ami itt az elővásárlási jogról szól. Én gyermeteknek nevezném egyébként ezt a kísérletet. De nem tudom, hogy ő hogyan látja, hogyan nyilatkozik, de azt gondolom, hogy az új szolgáltató érdeke is az, hogy minél hamarabb elkezdjük teljesíteni a szerződés pontjait, és azt hiszem, hogy a város érdeke is ez. Tehát én meg vagyok döbbenve azon, hogy van politikai erő, amelyik egy ilyen elképesztő kalandor akciót támogat. Nehogy Isten egy olyan cég oldalán, olyan cég érdekeit ugye, hát fényezve ezzel, amelynek rengeteg kétes ügye van az országban. A témáról további részleteket tudhatnak meg Négy szemközt című műsorunk mai számából, amelyben Döcsakovszky Bélát kérdezzük arról, hogy most hogyan tovább. A műsor 19 óra 15 perckor kezdődik. Kunce Gábor pártelnök volt az SZDSZ jelöltjének vendége pénteken az 5 órai TEA című sorozatban. Az SZDSZ egyébként éppen azon a napon hirdette ki országos listáját, amelyen dr. Csőzik László a 16. helyen szerepel. Kissé rendhagyó 5 órai teát rendezett a Pataki cukrászdában Csőzik László alpolgármester, az SZDSZ országgyűlési képviselőjelöltje. Ez alkalommal nem ő maga, hanem Albert Györgyi kérdezte a vendéget. A liberális párt esetében azonban az lenne furcsa, ha nem csinálnának valami rendhagyót. Így van ez kampányukkal is. Egyrészt úgy láttuk, hogy ebben a csatazajban, ami a két nagypárt kampányát most jellemzi, nagyon nehéz megszólalni, valami egészen mást kell csinálni. Másrészt itt most mindenféle ígéretek hangzanak el a mai élőknek, ugye rövid távú politikai célok elérése érdekében. Hát mi meg azt gondoltuk, hogy itt van ez a Kovács Pisti, aki nem fizet járulékot, úgyhogy a járulék csökkentés nem ígéret neki, nem fizet adót, az adócsökkentése ígéret,
nem nyugdíjas, tehát a 14. havi nyugdíj se ígéret, viszont egyébként minden róla szól, mert mindig az a kérdés, hogy mi lesz most, de mi lesz a következő évtizedekben Magyarországon, akkor, amikor a Kovács Pistik élni fogják az életüket, és ezért gondoltuk azt, hogy egészen eltávolodunk a többi párt kampányától, és egészen más csinálunk. Beszéljünk inkább arról, hogy mik a programok, és beszéljünk arról, hogy milyen lesz az ország jövője. A helyi jelölt Csőzik László éppen a pártelnöki vendégség napján kapta meg hivatalosan az országos lista 16. helyét. 16. hely azért bejutás gyanús hely. Örülök neki, hiszen ez egy nagy megtiszteltetés, meg egy bizalom is az irányomba. Remélhetőleg nem listáról, hanem egyéniben tudok majd bekerülni a parlamentbe, hiszen most jön a kampánynak a java része, úgyhogy Érden az SZDSZ elég szép reményekkel indul neki a választásoknak. Azt szeretnénk, hogyha be tudnánk bizonyítani, hogy a mi programunk a lehető legjobb. Éppen ezért nem csak az országos, már elkészült programunkat mutatjuk be választóinknak, hanem most fejezzük be a helyi választókerületre vonatkozó részprogramot, amit magam szakértő kollégáimmal állítok össze, és ennek a bemutatójára kerül majd sor 2 hét múlva. Úgyhogy abban bízunk, hogy a második fordulóban ott tud lenni egy szép eredménnyel az SZDSZ, illetve az SZDSZ egyéni jelöltje. Az SZDSZ kampányának ez volt Érden a nagy hétvégéje, hiszen a pártelnökön kívül a városban járt a Panoptikum és Szent Iványi István európai parlamenti képviselő is. Az Art Show Divat Stúdió által gyűjtött ajándékokat vette át Százhalombattán az Érdi Habilitációs Központ. A játékok a Kisviki Alapítvány közvetítésével jutottak el a sérült gyerekekhez. Játékok halmaza hihetetlen mennyiségben a plüsmackóktól a repülőgép modellig. Talán minden gyermek álma. Van, akinek megadatik, de sokan vannak, akik számára csak álom marad. A Kisviki Alapítvány azért dolgozik, hogy ez utóbbiak minél kevesebben legyenek, és ehhez partnereket is talált, a többi között az Art Show Divat Stúdióban. Volt egy olyan rendezvényünk, aminek az ott a cím, hogy Sztárok neglizsében, és ahol rengeteg közismert médiasztár, színésznők, újságírók, stb. Léptek föl. Ez egy hagyományos rendezvényünk, most már 3. alkalommal volt, és minden esetben a sztárok segítségével a közönség, illetve a sztárok hoznak játékokat, amiket általában ilyen különböző szervezeteknek osztunk szét. Most is nem csak itt, hanem ezen kívül 2 szervezet kapja, a Fóti Gyermekváros és a Büntetésvégrehajtó Intézetben lévő anyáknak a gyermekei kapják, tehát 3 helyre kerülnek el a játékok. És még egy mondatot ehhez kapcsolatosan, úgy gondolom, hogy ezek a sztárok is tudják, és kötelességük, és azért vállalják, és hát ezért van az, hogy minden évben egy ilyen rettető jó dolog van, hogy ezeket a játékokat össze tudjuk hozni. A körzet országgyűlési képviselője nem először vesz részt hasonló eseményen. Még a brit miniszterelnök látogatását is azért hagyta ki a múlt hónapban, hogy sérült gyerekekhez látogathasson. Én tanítottam olyan óvónőket is, leendő óvónőket, tanítónőket, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak. Sajnos nő a száma ennek a rétegnek, és ugyanakkor kevés az állami, társadalmi, önkormányzati gondoskodás. Minden jó szó számít, minden támogatás számít, gyakran a személyes jelenlét is elég. Majd aki belenéz ezeknek a gyerekeknek a szemébe, látni fogja, hogy mennyire tudnak örülni, ha figyelnek rájuk. Hogyha kis műsort készítenek, azt értő fülek, figyelő szemek követik. Ez nekik nagyon sokat jelent, erőt ad, és folytatják azt a munkát, aminek folynia kell az ő életükben is. A gyerekek zenés műsorral várták a vendégeket, amivel nagy sikert arattak, csak úgy, mint a játékok, amiket ajándékba kaptak. Ingyenes ruhabőrzét tartott a baloldali nőtagozat. A szervezet az elmúlt 2-2,5 évben már többször tartott hasonló akciókat. Az idén ez volt az első bőrze. Szombaton 10 órára tervezték a ruhabőrzét, de olyan sokan vártak a bogóház előtt, hogy a tervezett idő előtt csak nem 1 órával ki kellett nyitni a kaput. Az ingyenes ruhák, cipők hamar gazdára találtak, és a nőtagozat elnöke szerint a lehető legjobb helyre kerültek. Bizonyára, aki ide eljön, azért ő úgy érzi, hogy neki ez jól jön, mert az anyagi körülményei azt teszik lehetővé, hogy ezzel is segít magán, hogy itt ingyenesen a családot fölöltözteti a tavaszra. Mi módon tudnak még segíteni a rászorulóknak? Milyen akcióik vannak egyéb időpontokban?
Karácsonykor csomagokat vittünk az idősek otthonába, Mikulásra is csomagokat osztottunk a gyerekeknek, akkor a mozgáskorlátozott gyerekeket és az iskolából azokat a gyerekeket, akik nem juthatnak el maguktól a parlamentbe, most már második alkalommal vittük el a parlamentbe, ingyenesen egy autóbusszal, ahogy mondtam, a habilitációs intézetből is vittünk már gyerekeket, és hát ebből áll a baloldali, az érdi baloldali nőtagozatnak főleg az a munkája, amivel segíti az érdi lakosokat. A szervezet hagyományainak megfelelően az idén még legalább egyszer szeretne hasonló ruhabőrzét tartani. Érden az utóbbi években egyre nagyobb hagyományai vannak a bálozásnak. Az idei báli szezon alig hanem utolsó rendezvényére múlt szombaton került sor. Több mint 250 fő vett részt az idei tűzoltóbálon, melynek ezúttal is a bent a rendezvényterme adott otthont. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyszerű bizonyítéka annak, hogy a tűzoltóság nem csak akkor van jelen, amikor baj van, hanem a normál civil életben is, normális körülmények között egy esti rendezvényen barátkozni tudunk, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb ennek a rendezvénynek az üzenetei közül. Az egyébként rendkívül veszélyes foglalkozást űző láglovagok ezen az estén talán egy kicsit kikapcsolódhattak, amelyre vélhetően szükségük is volt, hiszen a megye valamennyi parancsnokságáról érkeztek vendégek. Itt nagyon vegyes a társaság, úgymond idézi el vegyességet. Itt a finomítás vezetői, a kollégák, a tűzoltók, tehát itt magyarul a létesülő tűzoltóságok Szlovákiából, Tiszaújvárosból, és a könnyedő tűzoltók Vácról, Szigetszent Miklósról, és a kapcsolataink, a támogatóink, és mindenki, aki szeret velünk együtt dolgozni, és együtt dolgozik velünk. A jó hangulatot mi sem bizonyította, mint hogy a bálozók hajnalig mulattak. Holnap folytatódik a télies időjárás. Az erősen felhőségből néha hózápor még mindig előfordulhat. Mérséklődik az északi szél. A hőmérséklet hajnalban -2, holnap kora délután +2 fok körül alakul. Kedves nézőink, Önök az Ér Televízió híradóját látták március 13-án, hétfőn. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!